Jó napot kívánok! Megkezdődött a 15. Szabadkai Nyári Akadémia az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében. A stúdiónkban a vendég az elnök Denegri Bolya. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önt nálunk. 15. szép szám ez, és ezúttal is nagyon sokan vannak, több mint 200-an. Valóban ide kerül megrendezésre a 15. Nyári Akadémia. Valamikor 1997-ben indult el, és azóta folyamatosan minden nyáron, tehát szervezünk a pedagógusok számára a képzést. Nagyon örülünk, hogy ez bejáródott, és egy rendszerré alakult, hiszen annak idején ez még nagyon újdonságnak számított a pedagógusok körében, hogy amikor nyári szünidő van, ugye a vakáció, hogy akkor is tulajdonképpen a szakmával, képzéssel foglalkozzanak. De mi példát láttunk, mert Magyarországon és más Kárpát-medencei országokban, tehát ahol szintén magyar nyelven oktatnak, Felvidéken, Erdélyben már ez beindult, és így egy jó példát láttunk, és annak a követői lettünk, és így indult el valamikor a nyári akadémia. Nyári akadémiának neveztük el, és azóta pedig, mivel hogy minden évben Szabadkán szervezzük meg, úgy gondoltuk, hogy mi büszkék vagyunk a városunkra, hogy nyáron ennyi pedagógust ugye összefogunk, és hogy itt vannak, és akkor tavaly tulajdonképpen a nevéhez vette azt, hogy Szabadkai Nyári Akadémia. A rendezvényünk talán elmondhatom, hogy sikeres, hiszen idén is 216 résztvevője van, és hát minden évben igyekszünk megrendezni úgy, ahogy tulajdonképpen a nyári akadémiának van egy forgatókönyve, amely alapján akkor szervezzük, és egy kis módosítások mindig vannak, de tulajdonképpen a formát tartjuk, azt, hogy délelőttönként szakcsoportokban vannak az előadások, délután pedig közérdekű nevelési, oktatási előadások zajlanak. Idén mire fókuszálnak, mi a központi téma? Tulajdonképpen úgy hirdettük meg, hogy elméleti és módszertani oktatás a 21. században, tehát igyekszünk azért mindig korszerű előadásokat, illetve hát haladni a korral azzal, ami szükség van, tulajdonképpen mutatkozik az oktatásban is, magában a tanórákon. Így tehát mi tulajdonképpen a közoktatással foglalkozunk, tehát óvodapedagógusoktól középiskolai tanárokig, és a szakcsoportokon belül a csoportvezetők azok választják tulajdonképpen ki a témaköröket, hogy mivel foglalkozunk. Ugye mostanában nagyon sokat beszélünk a kompetenciaprogramról, tehát az jelen van, itt főleg most az óvodapedagógusok fognak arról hallani, utána a kommunikáció, konfliktuskezelés, ez is egy témakör lesz, ez a tanítóknál lesz. Egy általános témakört szeretünk választani, amely tulajdonképpen mindenkit meg tud érinteni, idén ez a tehetséggondozás, tehát erre a témakörre, és ezt szeretnénk most a jövőben egy kicsit még kidomborítani, hogy jobban odafigyeljünk a diákjainkra, illetve találjuk meg a képességeket, a készségeket. Tehát ez egy szakcsoport, illetve hagyományosan ugye minden évben van magyar nyelv és irodalom, ami nagyon fontos, hogy a magyar nyelven oktató pedagógusok itt ezen a képzésen ugye új ismeretléket, új módszereket sajátítsanak el, valamint a történelem is, az is, tehát kezdetektől fogva egy külön szakcsoportba folyik, amikor csak, tehát a múlttal, illetve most már azzal is, hogy hogyan kell, mit is kell most oktatni a történelem tantárgyon belül, ugye, hogyan, arról is szó esik. Ugyanakkor, hát a természettudományt se szeretjük kihagyni, ezért külön választjuk a matematikát, mert mindig mutatkozott rá igény, és külön van a természettudomány. Mi szakcsoport, ahol ugye ötvözük a biológia, kémia, földrajz szakágakat, illetve hát az informatika, mert tulajdonképpen a digitális eszközöknek a használatát is el kell, hogy a tanár sajátítja, így kerül sor, az idén honlapszerkesztéssel fognak foglalkozni. Mely szakcsoport iránt a legnagyobb az érdeklődés?
Tulajdonképpen minden évben a tanítóknak a szakcsoportja a legnagyobb, és sajnálattal kell mondanom, hogy néhány kollégát nem is tudtunk fogadni, mert a keretek azok beteltek, így sajnos mondtuk, hogy lehet átirányítottuk, így néhányan át is mentek egy másik csoportba, de viszont volt, aki azt mondta, hogy kimondottan azt a csoportot szerette volna, így hát majd jövőre lesz lehetősége. Nem szép kérdés, de azért arra is kíváncsi lennék, hogy mely szakcsoport iránt mutatkozik meg a legkevésbé a pedagógusok érdeklődése, hol vannak még ilyen foltok, amiket azért jó lenne népszerűsíteni. Az idén tulajdonképpen a matematika az, ahova kevesen igen jelentkeztek. Meglepőnek számít, nem? Sokan foglalkoznak matematikával, illetve ilyen jellegű tehetséggondozással nálunk legalábbis erről. Igen, az más, hogy tehetséggondozással, de magával a matematika tanításával, és talán itt jó is lenne, hogyha ezek a kezdő fiatal matematika tanárok, akik lehet, hogy nem is szakosak, igen, jó lenne, hogyha bekapcsolódnának egy ilyen nyári képzésben, mert azért nagyon sok módszertant tudnának elsajátítani, mert azért látva... Igen, kevés nálunk a szaktanár, azonban sokan próbálják a diákokat irányítani, terelgetni egy-egy szakcsoporton, egy-egy témakörben, tantárgy keretében, amelyre nincsen ugye külön képesítésük, ezért mondtam, hogy hát azért ez csodál, kicsit furcsa, hogy erre ilyen kevesen jelentkeztek. Igen, itt még hiányoznak ezek a fiatal kezdők és matematika tanárok, tehát azokat kellett volna még jobban, de meg kell, hogy mondjam, hogy erre a képzésre teljesen önkénten jelentkeznek a hallgatók, tulajdonképpen mi az intézményekbe kiküldjük a jelentkezést, illetve az értesítést, de mindenki saját kedve szerint jelentkezik, úgyhogy lehet, hogy ezeket egy kicsit jobban kellene buzdítani még a fiatal tanárokat. Melyik térségből érkezik a legtöbb pedagógus? Szórvány mennyire képviselteti magát? Örülök, hogy a Szórvány is jelen van, tehát úgy, mint Nyugatbácska, illetve Nyugatbánátból is érkeznek a tanárok. Hát oktatási központ Szabadka és környéke, úgyhogy nem kell csodálkozni, hogyha ebből a régióból vannak a legtöbben. Milyen külföldi előadóik lesznek, kiket várnak? Nagyon örülünk, hogy a felkért tanárok vállalták és eljönnek a képzésre, illetve előadást tartani. Nem szeretném most kihangsúlyozni, hogy két vannak itt neves előadók, de ugyanakkor nagyszerű és nagyon jó előadók, akiknek talán nincs még olyan nagy nevük. Mi úgy gondoljuk, hogy sikerült egy színes összeállítást készíteni, és hogy a délelőtti előadások, illetve a délutáni előadások is népszerűek lesznek. El kell, hogy mondjam, hogy mindig igyekszünk még valamilyen kísérő rendezvényt is szervezni, tehát fontos számomra, hogy valahol a művelődés és a kultúra is jelen legyen, így Szabadkát bejárjuk sokszor, tehát egy múzeumlátogatás, illetve egy könyvtárlátogatás, vagy így esti műsor, mondjuk idén a Székesegyházban megyünk egy énekkórus, a Promuzika kórusnak a műsorát fogjuk meghallgatni. Ez már egy régi vágyam volt, hogy a templomba is el tudjunk menni, és hogy ott legyen egy ilyen szép műsor. És ami még talán nagyon kedves a hallgatók számára, reggel énekléssel kezdjük. Tehát 8-tól 9 óráig már hagyományosan, ugye 15 éve Tolna Ilona jön, és 1/2 óráig beénekelnek a hallgatók, és akkor mindjárt vidámabban, jó kedvel kezdjük a képzést. Ezek az előadások nyitottak-e a szélesebb közönség előtt? Nyitottak, nem zárkozunk el, tehát minden nap tulajdonképpen mi közé tesszük a programot, tehát tudunk kívülről is fogadni hallgatókat. Akkreditált előadások ezek, ez is fontos a pedagógusok számára, illetve nagy érdem az Egyesület szervezői és egyéb munkáját tekintve is, nem első évtől akkreditált természetesen. Nem, több évre visszamenőleg rendezvényünk akkreditált, tehát úgy akkreditáltattuk, hogy
Szabadkai Nyári Akadémia, és tehát a 21. század elméleti és oktatása ebben a korszakban. Nagyon örülünk, 24 akkreditált pontot hoz a hallgatóknak, és tulajdonképpen ezért is örülünk, hogy jönnek a pedagógusok, és akkor végül is azt a pontrendszerbe is kimutatható érdemeket szereznek. Igen, így van. Hol tartják majd az előadásokat ezúttal? Harmadik alkalommal ad otthont a rendezvénynek az Iván Szárics Műszaki Iskola. Nagyon jó, hogy most már tudjuk a helyünket, tulajdonképpen ez szervező szempontjából jó, tehát már 9 csoportba folyik a munka, 9 tanteremre szükségünk van, díszteremre, laptopokra, tehát mindenre, és akkor ezt már úgy valójában bejáródott, és így könnyebb a feladatunk. El kell, hogy mondjam, hogy a 15 év alatt több helyszíne volt a rendezvénynek, tehát valamikor évekig a gimnáziumba zajlott, utána volt néhány évig a Kosztolányi gimnáziumba, a vegyészeti középiskolába, most pedig 3 éve nagyon jó helyünk van tulajdonképpen a Műszaki Iskolába. Kik a támogatóik? Támogatóink a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Betlen Alap és a Tartományi Oktatási és Kisebbségi Titkárság. Hogyha ezt az elmúlt időszakot kellene jellemezni, akár szervezői szempontból, akár a résztvevő pedagógusok észrevételeit, pozitív és negatív megjegyzéseit figyelembe véve, akkor hogyan tudná jellemezni ezt a másfél évtizedet? Szervezés szempontjából azt mondanám, hogy nekünk, a csapatnak nehéz dolga van, tulajdonképpen az egész nyarunk, illetve hát hosszabb távon is ezzel töltődik, hogy szervezzük a nyári akadémiát, de lendülettel, lelkesedéssel csináljuk. Nekem is azt mondják sokszor, hogy te ezt szereted, azért csinálod. Valójában lehet, hogy erről van szó. És a pedagógusok mit mondanak? Miért érdemes visszajönni? A pedagógusok szeretik az előadásokat, nagyon jó az, hogy sok külföldi előadónk van, tehát nagyon sok újat hallanak, és tulajdonképpen itt egy nagy pedagógus közösség alakul ki. Sokszor mondják, hogy jó a hangulat, jól érezték magukat, hasznos volt számukra, és talán ezért jönnek vissza. Mit tud arról, ezek a kapcsolatok megmaradnak a tanév közben és évközben is, két akadémia között, a pedagógusok között? Keresik egymást? Sokuk keresik, és tulajdonképpen azt mondták, hogy itt azért nagyon jó a hangulat, mert mindenki idegen. És ezt már többször mondták az előadók is, hogy nagyon jó a csapat, nem ismerik egymást az emberek, és akkor kinyílnak, társalognak, egy új közösség alakul, és ezt valahogy szereti. Tehát talán ebben rejlik. Sokszor halljuk azt, hogy hát a pedagógus társadalom eléggé megkeseredett évtizedekre visszamenőleg, ugye úgy érzik, hogy a munkájuk nincs megbecsülve, mai fiatalokat is nehéz azért kordában tartani, és hogy sokan ezt a fajta munkát nem értékelik, annyira nehéz a kapcsolatot tartani, akár a szülőkkel, akár a családokkal megfelelő formában. Hogy érzi, valamennyit javult-e a szerbiai vagy a vajdasági magyar pedagógusok megítélése az elmúlt időszakban? Hát a helyzetünk talán annyiban javul, hogy nagyobb odafigyeléssel dolgoznak a pedagógusok. Nagyon nehéz feladata van manapság egy pedagógusnak, amikor mindig csak arról beszélünk, hogy milyen jogai vannak a diákoknak, illetve 31 órát hiányozhat egy diák az iskolából. Tehát ha ezt nézem, ebből a szempontból nehéz feladata van a pedagógusnak, a magyar nyelven oktató pedagógusoknak azt hiszem, hogy nagyon sok segítséget nyújtanak az e fajta képzések, és tulajdonképpen itt egy kicsit pozitívabb a helyzet.
Azt tudjuk ugye, hogy a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási programja keretében sokkal több magyar elsős lesz majd az iskolákban. Ezeket önök hogyan értékelik? A diák létszámot, a változó diák létszámot, illetve később majd a középiskolai beiratkozások kapcsán ezeket a különféle érdeklődési területeket, hogy ugye egyes helyekre nagy túljelentkezés van, most ugye sikerült a gimnáziumot vonzóvá tenni, de vannak olyan szakok, ahová nagyon sokan bejutnának, máshová pedig hát alig lehet begyűjteni a diákokat. Azt hiszem, hogy ez a beiratkozással kapcsolatban már a középiskolában ez egy nagyon összetett feladat, mert most jelen pillanatban azt nézzük, a szülőknek is nehéz feladatuk van, hogy mire irányítsák a gyereket. Tehát itt azért jelentkeznek, vannak, mindig is voltak népszerű szakok, illetve kevésbé népszerűek. Ugye, tehát ez egy ilyen állandó probléma. Az pedig, hogy szépen sikerült a beiratkozási program, illetve hát köszönve ezt az MNT-nek, mert nagyon sokat azt hiszem, hogy dolgozott ezen, hogy ilyen megmaradjanak az osztályok. Így remélem, hogy hát jövőnk van, és hogy a tanárok is, ugye azoknak, mert itt most, mint pedagógus beszélek, lesz munkahelyük, és tovább tudnak dolgozni, és hogy a jövőnk az tehát pozitív. Nem egész egy hónap van még hátra tanévkezdésig. Mit javasolna diáknak, szülőnek egyaránt ebben a kevés időben? Mit csináljanak? Hát pihenjenek, de ne az legyen, hogy délbe kelek fel. Mert nagyon sok diákomtól azt hallom, hogy hát délbe kelek föl, és akkor kezdem a napot. Úgyhogy én azt szeretném valahol itt üzenni a szülőknek, hogy azért egy kicsit a nyár folyamán is figyeljenek oda a gyerekekre, és adjanak nekik valami munkát, tanuljanak meg dolgozni is. Különben a diákok így mennyi idő alatt szoknak vissza ehhez a rendszeres iskolai élethez a szünidő után? Arról is vannak ugye különféle vélemények, hogy egyeseknek túl hosszú a nyári szünet, másoknak túl rövid. Ugye a szülő, aki nem tudja hova tenni a gyereket, annak hosszú a gyerek, úgy érzi, hogy hát alig pihent, és már is vissza kell menni, és napi 6-7-8 órát az iskolában tölteni. Mennyi idő alatt adaptálódnak a gyerekek újra az iskolai rendszerben? Én középiskolai tanár vagyok, nálam a diákok mindig azt mondják, hogy nagyon rövid volt a szünidő, ők még szeretnék, hogyha még ezt meg lehetne valahogy nyújtani, és az, amikor elkezdjük szeptember, hát ott valahol szeptember 15-e után kezdődik az, hogy most már akkor egy rendszer állítsunk föl, és akkor kezdjük el ugye tanulást is, meg hát gondoljuk át, és akkor kezdjünk bele a munkába. Tehát ez, és hiszem ezt, hogy a kicsiknél is, az általános iskolában is ez így van. Tehát kell egy időszak, egy 2-3 hét, amíg ugye a ceruza és a füzet úgy kezdik használni, ahogy azt a tanár elvárja tőlük. Nagy munkában vannak még mindig bele, hiszen most kezdődött az akadémia, és ezt azért végig kell vinni ezeket a napokat. Önök aktív tevékenységet folytatnak, mi lesz majd a következő rendezvényük, mire fognak készülni? Őszre tulajdonképpen már hagyományosan lesz a honismereti versenyünk, illetve évközi képzésünk is lesz, már ott szeptember végén szeretnénk összehívni a zenetanárokat. Most adták ki az új 7. tankönyvet, és ezzel kapcsolatban egy képzést szeretnénk tartani. Illetve hát sok új tervünk van, elkezdjük majd a tehetséggondozást, az már szeptemberben a természettudományokban, és hát így lassan, folyamatosan mindig teszünk valamit, csinálunk. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Sikeres munkát kívánok önöknek, mindannyiuknak a 15. nyári Szabadkai Nyári Akadémia keretében. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Dene Gribolya, az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke volt ma a Pannon TV vendége. Viszontlátásra!